Az agyag ugyanolyan kifejező eszköz, mint bármi más. Vallja Gabuja Márta, keramikus művész, akinek alkotásait most egy nagyobb tárlat keretében is megtekintheti a közönség Nyíregyházán, a Városi Galériában. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében ez az első ilyen nagyszabású kiállítás, amelyet helyben élő művész rendez saját kerámiáiból. A megismerkedésem tulajdonképpen és a szeretetem az agyag iránt, vagy egyáltalán a kerámia művészet iránt, az Kanadából ered, ugyanis hát 20-30 évvel ezelőtt már nem is nagyon próbálok visszaemlékezni rá. Vancouverben jártam, és ott egy kis félszigeten különböző stúdiók voltak, egyaránt üvegkerámia, és mint ahogy mindenki más, én például ott csodálkoztam rá, hogy hoppá, hát a kerámia művészet az több annál, mint amit úgy általában ismerünk. Gabuja Márta hozzátette, Magyarországon a kerámia szó a legtöbbek számára a herendi vagy épp a zsolnai porcelán műalkotásokat idézi fel, de emellett a kerámia művészet az elmúlt 100 évben nemzetközi szintéren és Magyarországon is egy önálló művészeti ággá fejlődött. Igaz, inkább Budapest vonzás körzetében és a Dunántúlon találhatók hasonló életművek. A Kvantumok, konkrétumok kiállítás cím egyszerre utal a kiállítás és az egyes alkotások részekre bonthatóságára, valamint arra, hogy a szemet gyönyörködtető vagy épp csodálkozásra késztető formák célja nem csak az érzékszervekre való hatás, de valamilyen konkrét jelentés kifejezése is. Több munka kicsit túllép azon, hogy most egy esztétikus tárgyat látunk, ami formailag esetleg izgalmas vagy szép lehet, hanem több tárgynak azért jelentés tartalma is van, amit merem remélni, hogy le is jön a tárgyakból. A tárlatot Nagy Zsuka költő nyitotta meg, aki az alkalomra írt szabad verseink keresztül igyekezett rámutatni arra, hogyan válhat a kerámia művészet önkifejezési formává. Nagyon megejtő ez a játszótér, amikor ilyen hatalmas építmények vannak kívül és belül, és nagyon érdekes számomra, mint költőnek, aki szavakkal dolgozik, és a lelkével, és az egész életével, hogy ide lőjetek, amikor egy kerámaművésznek technológiája van, terve van, fantáziája van, újra gondolja használati tárgyakat, játékot tesz bele, csavart tesz bele, de mégis gondolatot éget ki abból a kerámiából, berakta a szívemet az öntőformába. A Kvantumok, konkrétumok című tárlatot szeptember 30-áig tekintheti meg a közönség a Nyíregyházi Városi Galériában.